Címvédőként a szezonban hazai pályán veretlenül vágott neki a tornának a nyíregyházi csapat. Az első meccsen a Vasas ellen hosszabbítás után 70-66-ra győzött Bockó Ádám együttese. A folytatásban a Debrecentől 85-76-ra kikaptak Mokánszkijék, majd a Szeged ellen 80-66-ra nyert a házigazda. Az elődöntőben egy dudaszóra dobott triplával az Albafehérvár 64-64-re jobbnak bizonyult a nyíregyháziaknál. A bronzmérkőzés is végig szoros volt, végül a budapesti Honvéd ellen 80-76-ra győzött a nyíregyházi sportcentrum, megszerezve ezzel a harmadik helyet. Látva a mezőnyt, úgy gondolom, hogy a nyíregyházi sportcentrum 18-as csapata, én az öltözőben azt mondtam nekik, hogy csodát műveltek, és valóban csodát műveltek, hiszen azt hiszem, hogy ebben a mezőnyben nagyon nehéz volt elcsípni ezt a bronzérmet. Láthattuk azt, hogy milyen szoros mérkőzések és milyen kicsi különbségek voltak a csapatok között. Egy kicsi szerencsével juthattunk volna tovább is, ha az utolsó fél másodpercben nem kapunk egy olyan hárompontos kosarat, amikor az ellenfél játékosa a gyűrűt sem látta, de hát ez a kosárlabdában benne van. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép teljesítmény és nagyon szép sikert ért el ez a csapat, és hosszú évek óta ott tud lenni a magyar bajnokság élmezőnyében. Azt hiszem, ez mindenféleképpen tiszteletre méltó. A csapat edzője Bockó Ádám szerint a keret valamennyi játékosa kivette a részét a bronzérem megszerzéséből. Tekintve, hogy mindkét előttük végzett csapattól kikaptak, a szakember szerint reális eredmény született a tornán. Természetesen minden meccset vagy tornát szerettünk volna megnyerni és első helyen végezni, de be kell, hogy lássam, hogy nagyon kis dolgok döntöttek az elődöntőbe is, és a csoportmérkőzéseknél is, és mivel kétszer kikaptunk az elsőtől és a második helyezettől, ezért én úgy gondolom, hogy ez a harmadik hely reális. A nyíregyházi csapat játékosa Sitku Márton elmondta, a pályán is érezni lehetett, hogy hasonló erősségű együttesek játszanak egymással. Ez szerintem minden idők egyik legkiegyenlítettebb döntője lehetett, mivel szinte mindegyik meccs 5 ponton belül volt. Kezdjük ott, hogy a mi első meccsünk egy hosszabbításos győzelem volt a Vasas ellen. Ez elég sokat kivett már akkor belőlünk. A Debrecennel is kiki meccset játszottunk. Talán a Szeged meccs volt az, amin kicsit tudunk mi is pihenni, és könnyebb meccs volt, de utána már mindegyik meccs egy labdás volt. Az aranyérmet a tavaly még a nyíregyházi csapattal a bajnoki címet szerző Pető Ákos által irányított Albafehérvár szerezte meg, miután a döntőben 72-70-re legyőzte a Debreceni Kosárlabda Akadémia csapatát. A torna válogatottjába a szakemberek beválasztották a nyíregyházi Mokánszki Mátét is.